Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Kedves nézőink, ebben az esztendőben is megrendezték a Pákozdi Pagonyban a vadgasztronómiai fesztivált, erről következzék egy képes beszámoló. A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi találkozója, amely kiváló lehetőséget ad a vadhús, mint konyhai alapanyag népszerűsítésére, széleskörű felhasználási területeinek megismertetésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására, mindezt tartalmas kikapcsolódási és minőségi szórakozási lehetőségek biztosításával fűszerezve. A fesztivált ebben az esztendőben 2021-ben a Fejér megyei vadásznappal és a megyekorzóval együtt a Pákozdi Vadaspark adott otthont. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét ilyen jelentős számban megtisztelik a rendezvényünket. El kell, hogy mondjam, nem kis izgalommal készültünk az ezévi fesztiválunkra, melynek szervezését már februárban elkezdtük. Meg tudjuk-e vajon tartani, beleszól-e újra a világunkat, életünket a tavalyi évben felborító gyilkos járvány a program lebonyításába? Lesznek-e korlátozások, lesznek-e jelentkezők a versenyre, lesznek-e vásározók, lesznek fellépők, lesznek-e látogatók? Úgy gondolom, most körbenézve végül megnyugodhattunk. Örülök annak, hogy hazánk legnagyobb, a vadételek készítését mesterfokon űző csapatok gasztronómiai találkozóját egy év kényszerű kihagyást követően újra meg tudtuk szervezni. Köszönöm, hogy itt vannak. A Vadex mezőföldi erdő- és vadgazdálkodási ZRT egyik legjelentősebb tevékenysége arra a vadas vertikumra épül, mely több évtizede meghatározója társaságunk alaptevékenységének. Erdőgazdaságunk hosszú évek óta hazánk egyik legjelentősebb vadásztatója, lőtt vadhús felvásárlója, vadhús feldolgozójának üzemeltetője, exportőre, az egészséges vadhús fogyasztás propagandájának talán kijelenthető élharcosa. Évente több mint 1500 tonna vadhús kerül feldolgozásra a soponyai vadfeldolgozó üzemünkbe. Az Európai Unió piacain, elsősorban Németországban, Olaszországban, Ausztriában a legmagasabb prémium minőséget képviselnek a vadhús termékeink. A hazai vadhús fogyasztás népszerűsítésében is kiemelt feladatokat vállalunk fel évek óta. Különös jelentőséggel bír ez a marketing tevékenység most, abban a járvány sújtotta helyzetben, amikor a fő felvevő piacainkat bezárták, a nemzetközi turizmus az elmúlt évben leállt, nem csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is. Minden nehézség ellenére, melyet átmenetinek kell, hogy tekintsünk, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben sikerült megvalósítanunk és üzembe állítanunk Soponyán azt a továbbfeldolgozó üzemünket, melyben az ott előállított konyhakész vadhús termékeinkkel már meg is jelentünk a hazai kiskereskedelmi üzlethálózatokban, a CBA, Ocean és a Spar áruházakban. A vadételek köré kapcsoló fesztiválok, versenyek egész sora szinte mozgalma valósult már meg az elmúlt években. Mai napon is több helyen tartanak az országban vadételfőző versenyt vagy találkozót egyre nagyobb érdeklődés mellett. A sokféle kiemelkedő gasztronómiai rendezvény fő zászlóshajója ugyanakkor, úgy gondolom, változatlanul a 2007-ben a Soponyai Ökoturisztikai Központunkban útjára indított országos vadgasztronómiai fesztiválunk. Ez a fesztivál mára az ország egyik meghatározó gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a fesztiválunkat évről évre egyre több főzőcsapat, vásározó és látogató tiszteli meg. Idén közel 300 szakácsot és több ezer látogatót várunk a rendezvényre. Büszkék vagyunk arra is, hogy a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválunk az Egy a Természettel vadászati és természeti világkiállítás talán legjelentősebb gasztronómiai eseményeként szerepel a nagyívű programsorozatban. Remélem, hogy látogatóink a fesztivál és a világkiállítás kapcsán részeseivé válnak annak a gasztronómiai bőségszarunak, amit a Kárpát-medence és a magyar erdő a vadhúsokon kívül is nyújtani tud. Meggyőződésem, hogy a különböző szarvasgomba termékek, az erdélyi gyümölcslekvárok, szörpök, fűszerek sikerei mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy a magyar vadgasztronómia élményt jelentsen minden napjainkban. A bográcsokban már most rotyogó raguk mellett a tárcsákon roston sült vadhúsok elkészítésének módjáról ma kifaggathatják a látogatók a szakácsokat, elleshetnek új fogásokat, fortélyokat. A versenyben indulók által elkészített mesterműveket hazánk vezető gasztronómiai szakemberei bírálják el. Szeretném megköszönni azt a sok-sok támogatást, szponzorációt, biztatást, melyet a szervezés és előkészítés kapcsán kaptunk mindenhonnan. Köszönöm lelkes kollégáimnak, erdőgazdaságunk dolgozóinak a fesztivál előkészítésében végzett kemény munkáját. A megnyitó Jenik Péter a miniszterelnökség kabinetfőnöke tolmácsolta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes üdvözletét. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr kabinetfőnöként köszöntését tolmácsolom, aki megértésüket kéri, de egy hivatali kötelezettségének kell eleget tennie, ezért nem lehet önökkel e szép hagyományú fesztiválon. A nemes magyar vadászati hagyományaink őrzésében letéteményes országos magyar vadászati védegylet éppen tegnap ünnepelte megalapításának 140. évfordulóját. A Semjén Zsolt vezette testület jubileumával, és ezzel a mai nagyszabású vadgasztronómiai fesztivállal benyitottunk az egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás előszobájába. Olyanok számára is kitárjuk ezt a kaput, akik távolról fenntartásokkal tekintenek a vadászatra, és annak ősi magyar hagyományaira is. Talán elég érve a vadászat megkerülhetetlenségére utalunk azzal, ha arra gondolunk, amennyiben nem eleink nem vadásztak volna, ma nem lehetnénk itt e jeles alkalommal. Embergenerációk végeláthatatlan sora az erdők, mezők, vizek, vadjainak, halainak köszönhetően nyertek életerőt. Éppen ezért tisztelték a teremtő alkotó munkáját, az általa terített vadban, halban gazdag asztal ajándékait. Beszéljünk akár a kevésbé tehetős emberek asztalától, vagy a főúri, uralkodói asztalok roskadozó tálairól. Hölgyeim és uraim! Az erdők, mezők jó téteményeivel nekünk is felelősen kell gazdálkodnunk. A Teremtő ránk bízta, hogy jól sárfálkodjunk velük. Meg kell őriznünk a következő nemzedékek sora számára is. Tisztelet és köszönet illet mindazokat, akik ebben a küldetésben járnak. Erdeink őrzőinek, a vadállománnyal felelősen gazdálkodó vadászainknak, és mindazok tudományának, akik jóízű vadételekkel rakják meg asztalainkat. A Majoros Gábor vezérigazgató vezette Vadex fogalommá vált. Nemzeti intézmény lett, mely itthon és messzeföldön megizlelteti a kitűnő magyar vadat. Olyanok megelégedésére is szolgál, akik a vadászatra, finoman szólva, nem szimpátiával tekintenek. Ha másnak nem is, de maguknak minden bizonnyal elismerik, egy jó falat, vad mégis feletteti a fanyalgást. A Pákozdi pagonyban ma a nagy asztalt terítettek a vendégek számára. Mindenki elhozta mindazt, amire büszke, és amit jó szívvel kínál vadásztársainak. Kívánom, hogy nyerjünk erőt belőle, hogy a világkiállítás napjaiban ne lankadjunk megmutatni a világnak, milyen évezredes magyar vadászati tradícióinkra lehetünk méltán büszkék. A vadászati kultúra népszerűsítése mellett fontos, hogy a találkozó illeszkedve az egy a természettel természet és vadászati világkiállítás rendezvénysorozathoz, emelte ki beszédében Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Nagyon sokoldalú rendezvény, hisz Vizsla Világkupa és Megyei Vadásznap is bonyolódik itt a mai napon, és meg is érdemeljük ezt a program dömpinget, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sokat böjtöltünk, nagyon sok rendezvény maradt el, most aztán valóban szinte lubickolunk az élményekben és az eseményekben, és egy ilyen alkalom egy igazi csemege egy vadászembernek, hisz nagyon sok az érdeklődésének középpontjában levő témával találkozhat. Többszörösen örülök tehát, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen Majoros Gábor vezérigazgató úrnak a meghívást és azt a megtiszteltetést, hogy fővédnöke lehetek a rendezvénynek. Az előttem szólókhoz annyiban csatlakoznék, hogy valóban dicsérni lehet csak a helyszínválasztást, hisz a Pákozdi pagony a maga zöld területeivel, a színes élővilágával egy egészen pompás keretet ad ennek a rendezvénynek. Annak a rendezvénynek, amelynek keretein belül
természet, a vadászat, a vadgasztronómia iránt érdeklődők egy találkozót adhatnak magukkal, és ez az esemény most már 14. alkalommal erősíti az erdészek, vadászok, illetve hadd fogalmazzak így a civilek közötti jó kapcsolatot, ami azt hiszem, hogy hasznára válik az ágazatnak. Jó évjárata van a magyar vadgazdálkodásnak, és itt nem feltétlenül csak a trófeasúlyokra és az egyéb élményekre gondolok, hanem arra, hogy van mire büszkének lennünk, hisz azzal, hogy egy világkiállítást rendezünk, valóban feltettük Magyarországot a világtérképre, ahol egyébként meggyőződésünk szerint eddig is kiváló helyet foglaltunk el. Van mire büszkének lennünk, és van mit megmutatnunk, hisz van egy csodálatos vadállományunk, egy egészen magas színvonalú szakmai tudás jellemzi ezt az ágazatot, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt el is tudjuk adni, meg is tudjuk mutatni, hisz olyan komoly vadászati szolgáltatásaink vannak, ami évről évre nagyon sok embert csábít ide, azon túl, hogy a magyar vadászok is erőszeretettel töltik az idejüket a magyar vidéken, a magyar erdőkben, mezőkben. Az elmúlt időszak komoly eredménye, hogy egy egészen kiváló jogi környezetet tudtunk kialakítani, fogalmazhatok úgy is, hogy leraktuk egy fenntartható és eredményes vadgazdálkodás alapjait. De valóban a vadételek kapcsán, ami valahol mégis egy kiemelt helyen van a magyar gasztronómiában, prémium ételként tekintünk ezekre, sőt mondhatjuk úgy is, hogy nemzeti identitásunk részét képezik, a hétköznapokban alig fogyasztunk vadhúst. Miközben alacsony a zsírértéke, magas a fehérje, a rost, a vitamin és az ásványanyag tartalma, egészen kiválóak a táplálkozási élettani tulajdonságai, de mégis, hogyha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a Magyarországon megtermelt, feldolgozott vadhúsnak a 3/4 részét exportáljuk, jellemzően Nyugat-Európába, ahol egyébként a vadhús fogyasztás többszöröse a magyarországinak. Az is baj, hogy a meglőtt vad egy része nem feldolgozott állapotban hagyja el az országot. Ja, hallottuk itt azokat a célországokat, amelyekbe jelentős része kerül ezeknek a termékeknek, és ezek után marad csak a magyar piac. Ebben nyilván szerepet játszik a vadhúsnak az ára, de az is fontos szempont, hogy akik egyébként megengedhetnék maguknak, ők se feltétlenül választják ezt. És hát az átlagos magyar háziasszony, egy otthoni szakács is tart tőle, jelenzően csak gulyás és pörkölt alapanyagot lát benne, miközben ennél nyilván sokkal sokrétűbb és sokoldalúbb a vadhús. Ezért jó, hogy van ez a rendezvény, ahol egyébként megkóstolhatják, vagy adott esetben a bátrabbak ki is kísérletezhetik, elleshetik azokat a trükköket, ami talán ebből a pörkölt gulyás körből kimozdítják a magyar vadhúst. Alapvetően a vendéglátás az, ami terepet ad a húsfogyasztásnak. Jellemzően a magyar ember, egy átlagos magyar ember éttermekben, szállodákban szerez be ilyen élményeket. És ha rá is szánja magát egyébként, hogy maga készítsen otthon ilyet, akkor jellemzően kerít egy ismerőst vadászt, aki majd szerez valahonnan neki vadhúst. Szokták mondani, hogy drága, a hozzáférhetősége nehézkes, és az elkészítése is körülményes. Én azt gondolom, hogy ezeket a negatív dolgokat nekünk kötelességünk, hogy feloldjuk az emberek fejében, hisz egy jelentős része egyébként nem is igaz. Nem gondolom, hogy ki kell tűzni célul azt, hogy a magyar vadhús az a mindennapok fogyasztásában megjelenjen, mert ez várhatóan nem egy teljesíthető cél, de az, hogy az Európai Uniós átlag közel felét, mindegy 40 dekát kitevő éves magyarországi vadhús átlagfogyasztás azért növelhető, ebben szerintem könnyen konszenzusra jutunk. És erre törekednünk el, és ebben nagyon sok feladata van mindenkinek. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezen a fronton is talán tud vonadandót alkotni, hisz a közelmúltban adtunk be egy pályázatot az Európai Unióhoz, ez egy közvetlen brüsszeli forrás lenne, és több mint 500 millió forintot szeretnénk a következő néhány évben a vadhús fogyasztás népszerűsítésére költeni. De nyilván az ilyen fesztiválok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a vadhús népszerűsítsük, és bemutassuk az embereknek, és ez egy külön téma, ez egy külön beszédet is megérne, hogy a vadászat az nem a természet ellen van, hanem az a természetnek a szerves része. A rendezvény céljai között kiemelkedő fontossággal bírt a magyar vadászati kultúra és a hazai vadgasztronómia szoros kapcsolatának emberközeli, közérthető és élményekkel fűszerezett bemutatása.
A járványhelyzet miatt nehéz időszak áll mögöttünk. Mind kinek-kinek személyesen, mind a vadgazdálkodási ágazat egészét tekintve. De ahogy reméltük, amiért dolgoztunk, az megvalósult. Megfelelő elővigyázatossággal, de ismét találkozhatunk két szenvedélyünk, a vadászat és a gasztronómia jegyében. Köszönjük a házigazda Vadex mezőföldi ZRT-nek és a szervező partnereknek, hogy elkötelezettek voltak a mai esemény megrendezésében, és minden előzetes bizonytalanság ellenére biztosítják számunkra a találkozás lehetőségét. A magyar vadgazdálkodás tekintetében kiemelt év az idei, hiszen néhány hét múlva kezdetét veszi az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás. Nem csak hazánkban, hanem az egész világ számára bemutathatjuk azt a gazdagságot, ami a magyar vadgazdálkodás jellemzi. Ugyanis van mire büszkének lennünk. Vadgazdálkodási eredményeink ebben a körben közismertek, ezért itt egy olyan szempontra szeretném felhívni a figyelmet, amit talán mi magunk sem hangsúlyozunk eléggé. Ez pedig a magyar vadászok közösségének ereje. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy tegnap emlékeztünk az Országos Magyar Vadászati Védegylet alapításának 140. évfordulójára. Vagyis Európa egyik legrégebbi szakmai szervezetével büszkélkedhetünk, ami már az 1881-es alapításkor célul tűzte ki a vadászat szakszerűségének, etikusságának és környezeti fenntarthatóságának megtartását. Ezek az alapelvek alkotják a magyar vadászok közösségének örökségét. Ezt a közösséget folyamatosan erősíteni, éltetni kell, és ebben a folyamatban fontosak az olyan programok, mint a világkiállítás, vagy az annak kísérő eseményeként már 14. alkalommal megrendezett vadgasztronómiai fesztivál. Azonban nem csak a vadászok közötti találkozás miatt fontos a mai alkalom. A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál ugyanis egy üzenet. Egy üzenet, amely arról szól az egész társadalomnak, hogy a magyarországi vadhús egészséges, biztonságos, széles körben fogyasztható táplálék, melynek megvan a helye a magyar gasztronómiában. Prémium minőségű és különleges, de közben bárki számára elérhető. Igazi bioélelmiszer, hiszen a vad életkörülményei, táplálkozása és a hús kezelésének módja a lehető legegészségesebb és a leginkább fenntartható. A vadhús előállításával közel sem jár akkora környezeti terhelés és üvegház hatású gázkibocsátás, mint az egyéb húskészítmények esetében. A vadgazdálkodással ráadásul szorosan együtt jár az élőhelyek fejlesztése is. Az a vásárló, aki tehát vadhúst választ az üzletek polcain vagy a vendéglőkben, nem csak különleges gasztronómiai világba érkezik, hanem fenntartható módon is gondolkodik. Az Agrárminisztérium kiemelt feladatának tekinti, hogy a vadhúsból készült termékek ott legyenek a magyar családok asztalán. Ennek érdekében szigorú állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszert működtetünk, ami garantálja a vadhús fogyasztás biztonságát. Támogatjuk és fejlesztjük a vadhús feldolgozását. Az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó állami erdőgazdasági cégcsoport fontos szereplő ezen a területen. Élen a mai rendezvény szervező Vadex mezőföldi ZRT-vel. A soponyai és az öreglaki üzemek a vadhús feldolgozás magas szintű szereplői. Tavaly adtuk át a soponyai vadfeldolgozó üzem közel 500 millió forintból megvalósult fejlesztéseit, mellyel Európa egyik legmodernebb üzemét hoztuk létre. Nem csak az üzem kapacitása nőtt, meg ezáltal, hanem új, nagyobb feldolgozású termékek előállítása is lehetővé vált. Így a vadhús kényelmes kiszerelésben, könnyen kezelhető félkész és késztermékek formájában kerül a fogyasztók elé.
Az Agrárminisztérium komoly szerepet vállal a vadhús népszerűsítés ügyében is. A tájegységi fővadászok külön munkacsoportja foglalkozik a témával, az Agrármarketing Centrum pedig most szeptemberben a magyar családokat megszólító egy hónapos kampányt indít. Az utóbbi években komoly törekvéseink voltak arra, hogy a vadhús a korábbinál nagyobb mennyiségben jelenjen meg a közétkeztetésben. A legnehezebb járványhelyzetben országszerte 10 000 adag vadétel átadásával köszöntük meg az egészségügyi dolgozók értünk végzett munkáját. Mindezen erőfeszítések eredményeként a vadhús fogyasztás mértéke lassú növekedésnek indult, bár még mindig az európai átlag alatti mértékű. Szükség van tehát továbbra is a maihoz hasonló rendezvényekre, a vadhús felhasználási lehetőségek bemutatására, a vadételek népszerűsítésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy a helyi ízeket, helyi hagyományokat megőrizni, továbbadni és megismertetni nagyon fontos, felelősségteljes, értékmentő feladat, de ha a mai naphoz hasonló környezetben tesszük, akkor igen hálás és kellemes is. Engedjék meg tehát, hogy Jókaim úr gondolataival kívánjak a résztvevőknek örömteli találkozást, és mindenekelőtt jó étvágyat. Nem csak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tudunk előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt. És amikor már az ember azt hiszi, hogy egészen jól lakott, akkor hoznak megint valamit, amire azt kell mondani, de hogy már ebből aztán eszünk. Kovács Zoltán az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás kormánybiztosaként is elkötelezett a világhírű magyar vadászat népszerűsítéséért és megőrzéséért. Köszönöm szépen a Bakony Vadászkült Együttesnek a világkiállítás fanfárját. 3 hét múlva kezdünk, és azt gondolom, hogy az elmúlt hét eseményei már a felvezetésről tanúskodnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégek! Nagyon örülök, hogy egy olyan alkalommal is találkozhatunk az augusztus 20 óta eltelt napokban, hetekben, amikor egy újabb vetületére, egy újabb aspektusára tudjuk felhívni a vadászat, a vadászattal foglalkozók és a természetben élők foglalatosságára, hétköznapjaira a figyelmet. Azt gondolom, hogy a 14. vadgasztronómiai fesztivál az önmagában is egy érték, egy olyan részben üzleti alapú vállalkozás, ahogy utaltam erre, egy másik aspektusát mutatja be a vadhúsnak, a vadászat tevőleges, tényszerű, ha úgy tetszik, anyagi hasznának. A vadásznappal, előtte az erdészeti vándorgyűléssel, tegnap, ahogy erre utaltak az előttünk megszólaló, a vadászati védlegylet 140. születésnapjával kezdetét vette az szeptember 25-én kezdődő és 20 napig tartó világkiállítás eseménysorozata. És ezek a szervezetek, civil és szakmai szervezetek, és jelen esetben pedig a Vadgasztronómiai Fesztivál
megmutatják, hogy ezek a szervezetek hogyan léteznek, hogyan élnek a hétköznapjainkban, hogyan részesei az életünknek, úgy, ahogy a szlogenünk sugallja, hiszen a világkiállítás szlogenje egy a természettel. Alkalmat kínálnak nem csak arra, hogy szakmai és civil életüket, hanem társadalmi hasznosságukat is meg tudják mutatni, és én azt gondolom, hogy ez esetben, a Vadex esetében ez egy, a Vadex esetében ugye egy kiemelkedő, Magyarországon is, Közép-Európában is kiemelkedő fontosságú szereplőről beszélünk. Ez társul társadalmi felelősség és szerepvállalással is, nem csak azért, mert a termékeket bárki megvásárolhatja, hanem mert a Vadexben olyan szakmai munka folyik, amely egyrészt biztosítja, hogy a vadászat során elejtett állatok húsát feldolgozva magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek szülessenek, hanem azzal is, hogy a Vadex társunk és partnerünk abban, hogy más szakmai programokat is lebonyolítunk. Hagy emlékezzek meg arról, amiről Balázs már szólt. Tegnap ért véget a CACIT Magyar Vizsla Kupa, 7 országból érkezett sok tucatnyi versenyzővel, kutyával és gazdájával, és azt gondolom, hogy egy kiváló verseny volt, ami nagy örömünkre szolgál, hiszen majd október 7-8-9-én a vizslák nagy versenyével, egy tenyészszemlével, illetve fajta bemutatóval is a Magyar Vizslák nagy versenyével fogjuk folytatni, részben zárni az eseménysorozatot. Hadd utaljak arra is, hogy a gasztronómia, a Vadex jelen esetben egyik legfontosabb tevékenysége és profilja, természetesen a világkiállításon is központi szerepet kap. Nem csak azért, mert a Bocuse d'Or Akadémiával, ha úgy tetszik, a prémium kategóriákban foglalkozunk, és itt köszönöm az akadémiának, hogy csak ebben a programban több mint 50 szakácsot képzett ki, illetve oktatott arra, hogy hogyan lehet jól közelíteni, hozzányúlni és feldolgozni a vadhúst, hanem azért is, mert a 75 ezer négyzetméteren megvalósuló 20 napig nyitva tartó világkiállításon az a passzázs, amelyet talán, amelyre emlékeznek, akik jártak a Hungexpo területén, a megújult helyszínen is létezik majd, és egészen a 20 nap alatt egészen pontosan a vad gasztronómiának fogjuk szentelni gyakorlatilag. Egy olyan gasztropasszást rendezünk be, ahol majd 20 napon keresztül lehet a vadételek különböző formáit, illetve fajtáját elfogyasztani és élvezni. Hadd köszönjem meg még egyszer a Vadexnek azt a segítséget, amit nem csak a mai nappal, illetve az előttünk álló hetekkel kapcsolatban adott, hanem az elmúlt években is adott az itteni kutyás versenyek, illetve a civil szervezetek segítésével, hiszen ebből áll össze az a rendezvénysorozat és az a tartalom, amelyet nagy büszkeséggel fogunk megmutatni a világnak és természetesen minden magyar embernek, aki kilátogat majd. Arra ösztönzöm önöket, hogy ne csak a megnyitó napjára, hanem a 20 nap alatt minél többen látogassanak el, nézzék meg, hogy a magyar vadászati kultúra és hagyomány, a magyar vadászati szakmai tudás mit tud megmutatni magából abban a világban, amelyben sokan támadják, és azt gondolják, hogy már idejét múlt tevékenység. Az elmúlt napokban és hetekben sokat beszéltünk arról, hogy ez egyáltalán nem így van. Nem csak szükséges, és természetesen minden szempontból rendben lévő, hanem az ország, az erdő és vadgazdálkodás, de ebből a szempontból minden magyar jövőjét befolyásoló és megalapozó tevékenységről van szó. A változatos felnőtt gyermek és családi programok, könnyűzenei koncertek, néptáncbemutatók, vásári produkciók, játékos programelemek, erdei iskolai foglalkozások, a gasztronómiai és a megyekorzóval színesített kézműves vásár tartalmas kikapcsolódást nyújtott ebben az évben is.